A művelődési és tájékoztatási minisztérium államtitkára decemberben azt nyilatkozta, hogy elvárásai szerint a kormány 2018 végéig elfogadja a médiaprojektek társfinanszírozásáról szóló új szabályzatot. Elnézést kérek a várakozásért. Önnek igaza van, ez a dokumentum már megérkezett a kormányhoz. Behatóbban kell ezzel foglalkoznom, és remélem, hogy hamarosan tárgyalni fogok erről a művelődési és tájékoztatási minisztériummal is, úgyhogy elvárásaim szerint ezt gyorsan be fogjuk fejezni. Még egyszer elnézést kérek a késésért. Egyes helyi önkormányzatok a jelenlegi szabályzat szerint írták ki az idei médiapályázatokat, míg más községek még mindig várják, hogy a kormány elfogadja az új előírásokat. Emiatt ezeken a településeken veszélybe került a helyi médiumok működése. Arra a kérdésünkre, hogy mit tervez tenni ennek kapcsán, a kormányfő a következőt mondta. Az elkövetkező napokban tárgyalni fogok a kormánytagokkal, hogy megoldást találjuk erre a problémára, és pontot tegyünk az ügy végére. A helyi és független médiumokat tömörítő Local Press igazgatóbizottságának tagja viszont elégedetlen az új szabályzattal. Ellenvetéseim vannak az új szabályzattal kapcsolatban, mert olyan megfogalmazások kerültek a szövegbe, amelyek ellentétesek azzal, amit megbeszéltünk a kormány munkacsoportjában. Emiatt kénytelen voltam megkérdezni a minisztérium képviselőitől, hogy kommunikálnak -e egyáltalán egymással, mert nem tudom, hogyan történhetett meg az, hogy teljesen más kerüljön be a szabályzatba, mint amiről megállapodtunk. Szóval Márkovics rámutatott arra, hogy a médiaprogramok társfinanszírozását előíró új szabályzatban sem határozták meg a megvalósított projektek minőségi értékelés rendszerét. Így nem mérhető, hogy az adott programtartalom a közérdek meg valósulása érdekében történik-e.